Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog, és a mai videó egy kicsit különleges lesz, mégpedig azért, mert egy videoklipet fogok elemezni nektek. A mai nap futottam bele ebbe a videoklipbe, ez pedig a Black Eyed Peas-nek a Get It című dala. Ugyan július 10-én jelent meg, és ma, akár is nézem, augusztus 5-e van. A probléma a következő, hogy a zenét utána néztem a YouTube-on, sajnos letiltaná egyébként a videót, hogyha felhasználom újra ezt a zenét, úgyhogy ezért ténylegesen csak a videót fogom bele elemezni, reméljük a YouTube nem tiltja le, léci YouTube, ne tiltsd le ezt a videót, mert ebben a videóban nagyon fontos üzenetek vannak elhelyezve, amit érdemes lenne nektek is meglátnotok, de attól tartok, hogy ez egy kis elemzés vagy egy kis rámutatás nélkül nem mindenkinek sikerülne. Na nézzük ezt a videót, és miért érdekes ez a Black Eyed Peas dal. Ugye elindul a videó, itt látszódik, ez itt egyébként a Get It albumnak a borítója. Érdemes egyébként megnézni az egész 2018-as Black Eyed Peas anyagot. Na de akkor nézzük, elindul a videó. Látjuk a kerekesszékes fickót. Ugye első ránézésre ez egy amerikai zászló. Majd egyébként kicsit később fogok róla beszélni, de ez nem egy amerikai zászló, bár annak tűnik. Amit látszik, ugye propaganda, képek, könnyező szem, sírás, és mellette ilyen hadi képek vannak, ami egyértelműen a háborúra utalgat, vagy utalhat. És nézzük, hogy megyünk tovább a videó, ami történik. A következő felirat szerepel, God bless us, all pray for peace. Isten megáld minket, hogy a békért imádkozzunk. És itt valószínűleg valaki meghalhatott, amint látszik, kis plüsmacik vannak itt, úgyhogy nagyon-nagyon valószínű, hogy egy gyerekről van szó, és mellette a mécsesek, ugye, amikor ilyenkor sajnos szokott lenni. Na de nézzük, mi történik a sarkon túl. Kiér az emberünk a sarokra, nagyon fontos megjegyezni, hogy fehér emberről van szó. Ahogy kiérünk rögtön, ugye a békét követi rögtön. Ahogy megérkezik a rendőrautó, és füstgránátok, és mindenki egyébként menekül a rendőrség elől. És akkor itt meg is állhatunk egy pillanatra majd, lehet, hogy egy kicsit túlszaladtam. Amit ideig láttunk, az ugye annyi, hogy fehér rendőrök üldözik a fekete lakosságot. Hogy éppen ki mit követett el, az még nem derült ki. Mindenesetre itt a rendőrautón látható egy felirat, 45277. Majd erről is egy picit később beszéljünk, majd elmondom, hogy ez pontosan mit jelent, de egy picit menjünk előrébb a videóban, és akkor majd rá fogok titeket vezetni, ez mire utal. Megyünk tovább, mindenhol ugye rendőrök, polisz, és egy nagyon fontos felirat. Freedom is not free. Illetve mellette spanyolul libertad no es gratis. Vagyis a szabadság nem ingyen van, hanem azt meg kell szerezni mindenkinek magának, ugye. Tehát ki kell vívni a szabadságot, és itt egyértelműen a feketéknek a jogai mellett szól, és nyilván a bevándorlás mellett, hát ez nagyon egy kemény téma, hogy a magyar nyelven erről beszélni, de hogyha Amerikát megnézzük, akkor ez egy bevándorló ország. A jelenlegi lakosságnak a nagy része nem őslakos, mondjuk, hogy az őslakosság szerintem 1%-ot nem éri el, ugye az indiánokat nem éri el, tehát ott mindenki bevándorló, míg akik azt mondják, hogy ők őslakosok, azok is általában nem azok. Szóval meg kell küzdeni a szabadságért, és ahogy megyünk tovább, ugye, mi történik? Minden rendőr továbbra is fehér, erre felhívom a figyelmet, mindenki fehér a rendőrök közül. Majd, hogyha tovább megyünk, akkor mindjárt itt a padon egy érdekes feliratot fogunk látni. Jó, itt meg is állunk egy pillanatra. Így egy pillanatot látjuk, ahogy rappel egyébként. Nagyon fontos a szöveg is, amiről beszél. Igazából pont erről, amit az előbb mondogattam el. Keep our streets beautiful. Vagyis tartsuk meg az utcáinkat csodálatosnak. És alatta is van valamilyen felirat, de csak egyetlen egy szó, ami tisztán kiolvasható, ez pedig a fehéren írott love felirat. A többi szerintem szándékosan nem látszik. Ugye a Keep our streets beautiful, azt tartsuk meg az utcáinkat csodálatosnak. És ugye a love, az pedig szerintem a kulcs szó akar lenni ennek a megoldására. Aztán megyünk, hogy eddig milyen csodálatos volt ez az utca, amit eddig láttunk. Háttérben mindenhol fegyveresek. Nos, és itt egy érdekes kép. Ugye? Egy feketét, egy másik fekete rendőr. Hát mondjuk, hogy egy rendőri brutalitásban részesít. Tépi a haját teljesen feleslegesen, nincs nála fegyver.
mégis fegyvert fognak rá. Tehát, hogy itt a rendőri brutalitásra hívják fel a figyelmet ebben a jelenetben. És ahogy megyünk tovább a képekben, nyilvánvalóan látszik, hogy egyébként kutyának nem tud bántani. Na és akkor itt álljunk meg. Itt álljunk meg egy pillanatra. Itt az úriembernek a hátán ugye nem a police felirat szerepel, hanem az ICE, vagyis a bevándorlási hivatal. És itt ők valószínűleg kubaiak. Mindjárt megmondom, hogy miért gondolom ezt. És itt a válasz, ez itt egy Che Guevara tetoválás, ugye a szokásos harcos jelképek mellett. Che Guevara egyébként a baloldali, illetve a liberális világban egy nagyon elismert szabadságharcos. Valóban nagyon sokat tett azért, hogy Kuba felszabaduljon, de ugyanakkor egy nagyon kemény diktatúrának is a része volt, illetve hát ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy Amerikára atombombát dobott volna például, mert igazából nagyon hitte ebben az ős kommunizmusban. Nem értek vele egyet, de itt valószínűleg a baloldali jelképként itt ő a szabadságot akarja jelképezni, és a tetoválás szintén ugye Blast megáldva, ugye ez a fickónak a karjára tetoválva. Na menjünk tovább. Szintén egy feketét lőtt le egy fehér rendőr, ugye az autójában ülve. Igazából az egész videóklip erre van kihegyezve, hogy a rendőri brutalitás milyen keményen. Hát érinti gyakorlatilag a fekete lakosságot Amerikában. Ugye, szintén a rendőr, hát mint az Isten, fehér. Jó, itt álljunk meg megint egy pillanatra. Szerintem egyébként egyetlen egy videóklipben sem szerepel véletlenül valami, főleg nem egy ilyen komolyabb és átgondolt videóklipben. Itt a dobozra az van ráírva, hogy Premium Apples. Hát ez szerintem az Apple termékekre vonatkozik, és nem a gyümölcsökre. Jó, megjelenik egy fiatal srác, Public Enemy pólóban, bemutat nyilvánvalóan itt valakinek a másik oldalon. Itt a kamera felé mutatja ugye a középső ujját. Fehér fickó leveri a kamerát. Megyünk kicsit arrébb. Ismét itt a 45-277 felirat, miközben szintén egy fekete nőt tesznek egyébként. Hát elég brutálisan a rendőrautó hátára. És akkor most már elmondom, hogy ez a 45-277, én se tudtam. De egyébként ez egy irányítószám. A 45-277, ez Ohio megyében egy településnek az irányítószáma. És vajon Ohio-nak mi a fővárosa? Ohio államnak? Columbus. Ami egyértelműen a bevándorlásra utal, hogy ott jelenleg Amerikában mindenki bevándorló, mert az ős lakosság ki lett tiltva, és ennek ellenére milyen kemény bevándorlás elleni. Hát, most ugye Trump hozott elég komoly törvényeket. Ott is a 45-277 a kocsi elején. Itt szintén egy halott, egy fekete halott, akit a rendőr ölt meg, akinek láthatóan semmi baja. Mégis a fekete hajlóklik ott. Na és akkor itt jön egy nagyon fontos kép. This is very bad, ez nagyon rossz üzenet. Ugyan itt a kamera már le van zárva, ahogy nem tudod leverni. Még a fehérek leverhetik a kamerákat, a feketéknek ez, feketék elől ez valószínűleg el van zárva. Ez is egy érdekes utalás. A kislány imádkozik. Ugye? És a háttérben már látjuk azt a rendőrt, mit csinálhat. Egy rendőr egy szintén nem fehér embert, aki gyümölcsöket árul, azt vegzálja, amit látható, itt ezen a képen, itt vegzálja őt, és milyen érdekes lesz, hogy kik vannak itt elvonulni. Igen. Rossz arcú fehérek a háttérbe mennek, az senkit nem zavar. De hogyha valaki, valószínűleg ő a becsületes árus, ő az, akit vegzálnak a rendőrök, és miközben a tényleges bűnözők pedig szabadon vannak, hát erre Magyarországon is látunk nem egy, nem két példát. Szintén itt a videóklipben egy teljesen normális fickót kapnak el többen, és brutálisan fogja ott a nyakát, folytogatja. Egy kicsit muszáj vagyok utalni a szövegre. A szöveg egyébként a fogyasztói társadalomról szól, természetesen erről a rendőri brutalitásról is, és az a lényeg, hogy akkor lehetsz ugye gazdag, hogyha megvan mindened, és a többi, és a többi. És itt lesz majd egy tök jó utalás, itt már nagyjából látszik, de mindjárt megmutatom mi az, mert több helyen is feltűnik itt főleg itt a kisbolt környékén. Win at life, play lottery. Tehát, ha nyertes akarsz lenni az életben, akkor nyerj el otthon. Mert ugye, hogy
igazából csak akkor lehet sikeres, akkor számítasz valakinek, hogyha sok pénzed van, a többi már nem is számít. És ami itt a háttérben szintén látszódik, egy nagyon-nagyon érdekes, itt egy fehér fickó, jól láthatóan hurokkeresztes rajzok vannak, lehet mi ez, ing vagy póló, nem is tudom mi ez. Ez egyértelműen látszódik, aki nem is törődik azzal, hogy ott mondják neki, ő csak azért ment oda, hogy piszkálja ugye a feketéket, és itt továbbra is egyébként megy a folytogatás. A rendőr üldöz, és mi történik, ha egy feketét üldöz a rendőr? Lelövi. Mindig. Lelövi. Itt megint érdekes lesz, hogy mi csinálnak itt a háttérben. Fáklyás felvonulás van, és náci karlendítés. És senkit nem zavar, ugye? A rendőrök őket nem zaklatják, csak azért nem fehérek. És akkor most érkezünk meg a lényeghez, hogy honnan, kinek a szemszögéből nézzük egyébként az egészet. Hát akinek nem tűnt volna felül Donald Trump. Ugye neki van ez a szlogenje, ez a Make America Great Again. Ez ugye a fehér lakosságról szól, hogy ezt akarja visszahozni. És akkor nézzük meg, hogy mi történik itt a kocsiban és a másik oldalon. Egy biztonsági őr, aki a következőt nézi. Itt vagyunk, és megérkeztünk ez az amerikai zászlóhoz, amiről beszéltem. Ez nem egy amerikai zászló. A csillagok helyén nagy vállalatok, óriás vállalatok állnak, mint a McDonald's, Coca-Cola, az Apple, CNN, és még lehetne sorolni a többit is. De lényeg, ami lényeg, hogy Amerika már nem a nemzetek, vagyis Amerika már nem az államok szövetsége, hanem bizony a nagy cégek, az óriás vállalatok, a mamut vállalatoknak az országa. Hát erről szól ez a videóklip, és azért még itt vannak egyébként érdekes mondatok, de talán az a nagyon izgalmas, ami még ezután következik, az a Don't normalize hate, love for all. Hogy ne legyen elfogadott, ne legyen normális az, hogy gyűlöljük a másikat, és szeretet mindenkinek. Hát érdekes egy ilyen videóklipet végignézni, és amikor először végignéztem, akkor még nem tűnt fel ezek közül minden, de éreztem, hogy ebben egy kicsit több van. És talán el kéne gondolkozni itthon Magyarország, hogy mikor láttunk utoljára hasonló üzenetekkel bíró videóklipet, ahol ennyi minden el lett rejtve. És míg Magyarországon mondjuk a rap szcénát nézve, itt az a vita nálunk, hogy most akkor újvonalas vagy régi, klasszikus hangzású, melyik a jobb, vagy hogy ki a nagyobb MC, vagy ki a frankok csávó, de igazából a társadalmat érintő kérdésekről nem nagyon beszélünk, ami szerintem rendkívül szomorú, és akkor itt van valaki, aki ugye mindent elért, és tök sokat kockáztathat azzal, hogy neki meg így egyértelműen Trumpnak ez az együttes, mégis megmerik tenni. Nem érdekes? Magyarországon mondjuk legutóbb Giano volt az, aki írt egy tényleg egy remek dalt, de az annyira holló és annyira ritka az, hogy valaki tényleg így töményen felvállalja azt, hogy na akkor ő mit gondol, pedig a hip-hop egyértelműen arról szól, hogy üzeneteket adjunk át, a saját üzeneteinket, és jó lenne, hogyha a mi üzenetünk kicsit több lenne annál, hogy most éppen én vagyok a frankó csávó héten, meg a telepen, meg a környéken. És egy nagyon fontos dolgot még el kell mondanom, az egész videóklip egyébként egy hashtaggel lett kirakva, hashtag schools not prisons, tehát hashtag az iskolák nem börtönök. És utána néztem ennek, mert nagyon tetszett ez a szlogán, hogy ez micsoda. Ez arról szól, hogy van egy ilyen kezdeményezés, ami amiatt jött létre, mert 1980 óta 22 börtönt építettek föl kaliforniai államban, tehát Kaliforniai államban, ez ugye Los Angeles központja a Kaliforniai államnak, és mindössze egyetlen egy kampusz épült. És hogy biztos, hogy ez a jó megoldás. De tényleg így lehet megvédeni a lakosságot, az embereket, hogyha börtönöket építünk, vagy hogyha iskolát. Hát nyilvánvalóan az oktatásért hívják fel a figyelmet, amire talán itthon is nem ártana, hogy kicsit jobban odafigyelni. Na hát ennyi volt mára, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nézzétek meg ezt a klippet. Ha bármi egyebet kiszúrtatok volna, amit én nem mondtam el, írjátok meg kommentben, tök kíváncsi vagyok. Érdemes megosztani ezt a videót, és nem azért, hogy nekem több feliratkozom legyen, vagy nagyobb nézettségű legyen ez a csatorna, hanem sokkal inkább azért, hogy
eljusson máshoz is, hogy érdemes lenne hogy művészi szinten videóklipeket csinálni, és nem csak nyári helyeken, vagy klassz beállításokban a kamerába rappelgetnénk. Na hát tényleg ennyit mára, legközelebb találkozunk, szevasztok!